Soha azelőtt nem voltam Keszthelyen. Szigligetre jártam dolgozni, mondjuk a munka mellett ugye mindig volt 2-3 hét, és akkor ott be kellett fejezni egy regényt vagy valamit. Az író barátaim azok mindig loholtak Keszthelyre. Megyünk a könyvtárba, megyünk ide, megyünk a presszóba, de én nem értem rá, végig futottam ott a parkba, visszamentem, és akkor dolgoztam tovább. Ezt azért mondom el, mert ugye most már több mint 10 éve itt élek Keszthelyen. És ennek az az oka, hogy találkoztam Simon Gabriellával, Gabikával, akivel egy ide költözésem után egy fél évvel össze is házasodtunk, ez 2001. október 27-én volt a Karmelita Bazilikában. És ez is egy furcsa, hogy egy 70 éves ember ezt teszi, de 4 évvel azelőtt halt meg a feleségem egy nagyon súlyos betegségben, Alzheimer kórban, és hát azért is jöttem el Pestről, szemben a parlamenttel volt a lakásunk gyönyörű, és hát a Duna is, hát nagyon hiányzott is. Most itt egy kicsit megvigasztalt a Balaton, nagyon sokat járunk le sétálni. Pillanatok alatt én is a szívembe zártam egy nagyon intelligens, egy kedves, megnyerő modorú emberke volt, akármilyen rendezvény volt, utána a kastélyba, hát ez már augusztusban volt, addig csak úgy beszélgettünk, és hát jobban megismertük egymást, és hát egy olyan szörnyű dolog történt, hogy én ott elájultam. Szejszer Endre tartotta nagyba az előadást, összeestem. Hát hívták a mentőket, vitte kórházba, Tanándi az jött utána hazavitt, saját felelősségemre ugye hazamentem, és akkor már este ott maradt nálam, ott vigyázott rám, és többet már ki se lépett a lakásból, úgyhogy ott maradt végleg nálam. És az életemből se, hála Isten. Olyan dolgok voltak, hogy beszélgettünk például délbe akármikor, és észrevettem, hogy visszakérdezek, és nem figyel rám. És nekem ez megmagyarázhatatlan volt. És végül kiderült az, hogy ő neki teljesen másképp jár az agya, mint nekem, mert ha valami olyan gondolata volt, akkor szépen felállt, bement a szobába, leírta, és jött vissza, és akkor mindig mondta, hogy ne haragudj, de ezt nekem meg kell csinálni. És ez a mai napig így van, hogyha valami olyan, mert látom, hogy állandóan az agya működik. De hát, és ezt nem azt szeretné elfelejteni, akkor bemegy, leírja, és utána minden. Most már teljesen így élünk, már megszoktam, nem furcsa, hogy okorót hagy, de most már olyan természetes dolog. Az a helyzet, hogy amikor én ide költöztem és megjelentettem írást, illetve hát megtudták, hogy itt vagyok, akkor engem megkeresett egy Sámer József nevű fiatalember, és akkor valahogyan ő tudott róla, nem tudom miért, és elkezdtünk beszélni, és akkor megjelent az első riport rólam. Na most attól kezdve a Jóska nagyon sokszor felkeresett. Szóval csak úgy jött, és hogyha valami esemény volt és tehette, akkor írt rólam, akkor az megjelent. Na most ez adott nekem egy kis biztonságot, hogy itt tudnak az emberről. Hát biztosan tudod, hogy én 61-től 90-ig szilenciumon voltam, ami azt jelenti, hogy nem írtak rólam, én irodalmi lapokban nem jelenhettem meg, és a többi. Na most itt ez is megváltozott, mert meg tudtam jelenni újságba itten. Pálfalvi Nándorral Vindornyalakon ismerkedtem meg egy rendezvény alkalmával. Rögtön szimpátia alakult ki köztünk, legalábbis úgy éreztem, amit később bizonyított is egy olyan történés, ami hát talán ritkaságnak mondható. Megkért, hogy legyek az esküvői tanúja, amit tényleg egy hatalmas bizalomnak éreztem.
ez meg is történt, ez a tanúskodás, és hát azóta is jó a kapcsolatunk. Írtam előszót megjelenő könyvébe, és rengeteg könyvet kaptam tőle, verses köteteket, amiket nagyon nagyra értékelek. Ugye az első utam oda vezetett, hogy megnézzem, hogy mi van a könyvtárban, van-e könyvem. 28 darab könyvem volt itt 2001-ben a könyvtárban. Hát mondom, akkor itt engem kedvelnek. Akkor még a Liza volt a igazgató. És szóval jó kapcsolatot tartottam velük, tartottam előadást, sőt, ilyen könyveti bevezetés, bemutatkozás, meg ilyeneket. És ugye jött aztán a váltás, amikor elment nyugdíjba, és akkor a Beke Judit lett az igazgató. És én nem tudtam, hogy ő figyelte az én dolgaimat, és rendkívül módon kedves nőnek tartottam akkor is, és most is. Az ünnepi könyvhét megnyitójára kértük fel Pál Falvi Nándort, aki itt ebben a teremben, a Városi Könyvtár olvasótermében egy nagyon szép előadást tartott a könyvek szeretetéről, a kultúráról, a keszthelyi kultúráról, nagy létszámú közönség előtt, és kiváló környezetben, kiváló előadóval hallgathattunk nagyon szép idézeteket tőle. A saját gondolatai mellett egy rendkívüli kultúrembert ismerhettünk meg. Teltek az évek, jöttek a könyvei Pál Falvi Nándornak, sorra írta azokat a műveket, amelyeket itt a könyvtárban mutattunk be, vagy a gyermekkönyvtárunkban, vagy itt a Városi Könyvtárban. Az én számomra a legszebb és a legjobban hozzám közel állóbb az a gyermekverses kötet, amelyet aztán tavaly adtunk ki. Az ő kezdeményezésére született meg úgy egy gyerekmesekönyvem, a gyerekversek könyve, hogy ő ajánlotta, hogy talán jó lenne, a gyerekek rajzolnának hozzá. Eszméletlen sikere volt, mert ugye először arról volt, hogy 40 rajz megy majd bele, és jött 305 rajz, amit itt festőművészek, tanárok válogattak szépen és nehezen. Aztán itt volt az egy kis feleségem, persze itt volt az összes rajz, még oda tett, még ezt, ugye 53 rajz került bele a könyvbe. Amikor Pál Falvi Nándornak megmutattuk a 40 darab rajzot, akkor szinte könnyekig hatódott. Nekem ez nagyon, nagyon szép emlék, hogy olyan boldog volt, hogy az én verseimhez ilyen szép rajzokat tudnak a keszthelyi gyermekek készíteni. És nem a jó szívével nem bírt, és még hozzá válogatott 13-at Gabikával együtt. És hogy ez az összetartozás köztük nem csak a szerelmi költészetben, hanem a mindennapjaikban ott van, ez úgy vibrál a levegőben otthon, így érezhető, hogy Gabika ott kiteregette a rajzokat, már amekkora helyük volt, és azt mondta, hogy még ezt is, meg ezt is, meg ezt is tegyük hozzá, mert ezek olyan kedvesek és olyan szépek, vagy éppen a technikája tetszett nagyon a rajznak. Tehát egy rendkívül nyitott, a művészeteket is nagyon-nagyon tisztelő és szerető ember Pál Falvi Nándor. Tehát ez a fajta kapcsolat itt most a könyvtárral ennyire kellemes, és bármi, amit én írok, könyv, vagy valami megjelenik, ők bemutatót tartanak róla, és a bemutatóhoz fűződik egy név, Kardos József tanár úr, aki Kardos G. József néven, mint író is ért el sikereket. Ő egy egészen csodálatos műveltségű ember. Mondhatnám azt, hogy ritkán találkoztam ilyen szellemiségű és ilyen tudású emberrel. És ő bemutatta 2006-ban a Ne Festd az Ördögöt című kötetemet. Könyvhétre jelent meg a 14 novellát és két kisregényt tartalmazó kötete, ez volt a 39. kötete. A címe Ne Festd az Ördögöt. És akkor ő annyit mond nekem, hogy jó lenne
októberben az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját ennek a kötetnek a bemutatásával megünnepelni a Városi Könyvtárban. Hát először óckodtam, mert nem vagyok igazán szó szerint irodalomtörténész. Magyar szakos, történelem szakos vagyok, de ilyen nehéz próba elé még nem nagyon kerültem, hogy be kéne mutatnom egy vaskos kötetet. Aztán végül is elvállaltam, és sor is került, ha jól emlékszem, éppen 23-a előtt, október 22-én a kötet bemutatására itt a Városi Könyvtárban. Olyan lelkesen mondta el, mondtam, ezt már így, ahogyan meg lehetne jelentetni. Szóval, hát írok én rólad egy könyvet. Na most iszonyú munkával, nem volt se internetje, semmilyen, ő csak úgy utazgatott a könyvtárakhoz, Pestre, meg ide-oda. Megírt rólam egy könyvet, és hát fölkutatta mindazokat az írásokat, megjelenéseket, amiről nekem fogalmam se volt, mert engem, én nem szoktam gyűjtögetni ezeket. Na most ez így összehozott egy ilyen társaságot, tehát értve ez alatt a Jóskát, az újságírót, a másik Jóskát, az írót, a Kardost, és hát a könyvtár igazgatót. Könyvbemutatóin részt szoktam venni, a munkásságáról szoktam írni is a újságba cikkeket, és hát nagyon remélem, hogy a jövőben is ez így lesz, és talán a jelenleginél többet tudunk majd találkozni. Rendkívül érző ember, nem csak a saját egyéni, tehát a lírában lecsapódó dolgokat tudja átérezni és versekbe önteni, hanem társadalmi kérdéseket, társadalmi problémákat is megversel. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Pálffy Vilándort ismerhetem, hogy megismerhettem, mert kevesen vannak ma már itt a városban olyan kultúremberek, olyan műveltséggel rendelkező emberek, akik az irodalomról, a könyvek szeretetéről úgy tudnak mesélni, úgy tudnak beszélgetni, mint Pálffy Vilándor. Szóval jól érzem magam, és ennek egyetlen oka van az, hogy ilyen meghitt otthonban élek a Gabikával, tehát sose gondoltam volna, hogy öregségemre olyan boldogság ér el, amit kívánok minden öregnek. Nagyon szomorú az öregek sorsa, ugye általában, ahol egyedül maradnak, és én ettől szerencsére megmenekültem. Azóta boldogan élünk, egy percig nem bántam meg semmit, hisz olyan szeretetben élünk. Én minden nap 100-szor megkapom tőle, hogy mennyire szeret, és ezt a verseivel is bizonyítja, hisz sokszor mondom neki, hogy én ezt meg se értemlem. De ő mondja, hogy én mentettem meg tulajdonképpen, és ő nem is tudja, hogyha velem nem találkozik, hogy mi történt volna vele, már rég nem lenne. Megadatott nekem az a szépség, hogy olvashattam ezeket a gyönyörű szerelmes verseket, amelyeket az életéről, a szerelmeiről, az első feleségéről és a második feleségének írt. Nagyon szép, nagyon tanulságos, és nagyon, nagyon javasolnám olvasásra, olvasgatásra. Jobban kellene ismernünk itt a városban Pálffy Vilándort. Nem egyszer előfordul az irodalomban, így a magyar irodalomban is, hogy egyes írók későn, idősebb korba kezdenek el verseket írni. Akkor éreznek olyan késztetést, hogy igazgatónő is mondta, súlyos beteg volt a feleség, az első felesége Alzheimer-kórban szenvedett, és ő azt ápolta. Írt is róla egy regényt. Ennek a szerelemnek, illetve az idősebb kori szerelemnek egy lenyomata az 1998-ban megjelent első verses kötete, Nézd meg jól a fényben címmel jelent meg, majd 2001-ben Ének és ima, és 2003-ban A nélküled bolyongtam című. De a két utóbbi az már inkább a második feleséghez kötődik,
ugyanúgy, mint 2010-ben a negyedik kötet, már verses kötet, a Lepecsételt szívemben című. Ezek a versek egyrészt a betegtől való eltávolodást, tehát félek kimondani, ugye, hogy amikor már olyan körülmények közé kerül a feleség, hogy már ő se tud rajt segíteni, és be kell vinni egy szanatóriumba, és ez a lelki gyötrődés. Tehát, hogy távolodnék is, meg nem is távolodnék a szeretett nőtől, akivel több évtizedig együtt éltem, és született egy gyermekünk. Aztán jön az új kapcsolat. A kesztelyen megismert, később második feleségé váló Gabika. Tehát ezt a folyamatot, én ezt értékeltem a legjobban, és ezt emeltem ki leginkább a kötetemben, és itt ő azért eléggé megnyílt érzelmileg, tehát olyan dolgokat is elmondott nekem ezekről a dolgokról, amelyeket természetesen nem írhattam bele, már annyira személyesek voltak, hogy talán pirult volna a könyvnek a lapja, hogyha én ezeket beírom. Tehát volt olyan időszak, amikor ő kitárulkozott, és nem csak a szerelmi kérdésekről, hanem gyerekkorától kezdve, fiatalkora, a sokrétű tevékenység, az újságíró, a rádiós, a televíziós, 21 évig volt egyébként a televíziónál kis megszakítással, és vezető helyeket, vezető posztokat töltött be. Tehát mindazt elmondott, mindent elmondott, ami egy hadgyerekes, szegény sorsú család, a szülőföld, a Nógrád megye, Nagyoroszi, bár nem ott született, hanem Balassagyarmaton a kórházban, de a gyerekkorát Nagyorosziba töltötte. Aztán a Budapestre kerülés, a kapcsolatok, a kialakuló ellentétek, vonzások és taszítások, ugye, hiszen egy újságírónak, egy rádiósnak, egy tévésnek nagyon nehéz a feladata, nem tud mindenkinek megfelelni, pláne az 1950-es évek elején indul ő, mint újságíró. De kitárul előtte a magyar táj, a magyar társadalom, úgy is kezdi a tevékenységét, hogy irodalmi riportokat ír, éppen 56 előtt kezd ebbe, Májusi eső is, mint Fához az ág címmel, ennek a folytatása 1957-ben és 58-ban jelentek meg. És hát a súlyos betegség, ugye, hogy féltüdővel élő már fiatal korában. Ezért kellett otthagyni az eredeti végzettségét, a tüzértiszti pályát, és ezért megy el újságírónak. Aztán 1956-ban is beteg, de 56-ról több műve készül, egy olyan műve a Nyakék Párizsból, 1960-ban megjelent regény, amely akkora port vált fel, hogy ez is egyik oka lett, hogy az acéli korszak 3T-je, ugye beavatkozott az ő életébe, és vannak olyan regényei, amelyek több évtized múlva jelenhettek csak meg, tehát letiltották, vagy ha nem is tiltották le, de nem adták ki ezeket a műveket. Közben próbálkozott a színpaddal is, két színpadi művét, a Francia címűt és a Boldog trombitás című színpadi művét be is mutatták, a harmadik a Csoda Lomboson, amelyik ugyanolyan című regényből készült. Ez 67-ben jelenik meg, de már 66-ban leforgatta Bán Frigyes, háromszoros Kossuth díjas filmrendező a belőle készült filmet, tehát a Csoda Lomboson, Büdös víz címmel. Ez is felkavarta a kedélyeket, mert olyan alapvető dolgokat emleget, illetve kavar fel tényleg, felkavarja a büdös vizet szó szerint. Ugye egy falusi társadalomnak minden hátulütőjét kritizálva. Ezt ugyan nem mutatták be színpadon, de filmként egy idei jelentős sikert ért el. Aztán ez is valahogy úgy elveszett az időben. Csak akkor írok, hogyha bennem van az, hogy ez most megfogalmazódik bennem, és ezt nekem el kell mondani. Senki nem kényszerít rá, meg nem is várja, de hát az ember, a költő olyan, hogy neki muszáj írni. Fáy András,
a 19. századi prózaíró és politikus mondja a következőket. Idézem. Az ember legjobb, legmagasztosabb énjét rakja le műveiben. Élete tapasztalásainak, vizsgálódásainak, nappali és éjjeli elmérkedéseinek eredményeit. Azt hiszem, hogy Pálfalvi Nándorra mindezek igazak. Ma már elmúlt 80 éves, lassan 81 lesz áprilisban. Feltétlenül méltónak éreztem, hogy megörökítsem, és most szeretném az Ahonnan jöttem című biográfiámat összefoglalva a következőket mondani, mint egy kivonata ennek a biográfiának. Az ő művei mélyen gyökereznek abban a korban, a 20. század második felében és a 21. század elejében. A kor magyar valóságában mélyen benn él, ott lélegzik szinte ezzel a valósággal, és ezeket önti bele, ahogy Fáy András is mondta, műveibe. Nagyon széles látókörű. Megértette a műveiben megelevenedő jelenségek fontosságát. Alkotásaiban kivételes felelősségérzettől vezérelve hiteles krónikása akart lenni a korának. Mindig érezte a szavak súlyának fontosságát. Meghallotta a kor azon parancsait, amelyek figyelmeztették, hogy nem hallgathatja el a szorító gondokat. Szint kell vallani, állást kell foglalnia ezekben a korkérdésekben. És mindig pozitív tartalmak azok, amelyek kicsengenek ezekből a művekből. Pozitív eszmények védelmében emelte mindig fel a szavát. A tudatos lét és lélek rontással szembefordult. Ezeket úgy érezte, mint az életet, az élet értékeit beszennyező, alásó törekvések. Az igazság nevében protestált ő mindig a fundamentális értékrend megcsúfolása ellen. Azt mondja, hogy a tiszta élet nem tűrheti a hazugságokat, mert a hazugság magával hozza az emberek megtévesztését, a gyűlöletet, az emberellenes erők elszabadulását. Tehát akár a gyerekkoráról ír, rendkívül jelentősek egyébként a gyerekregényei is. Nem sok gyerekregényt ír, de a gyerekkori élmények lecsapódnak ezekben. A szegény sors, a szülőkhöz való kapcsolódás, az éltető erő, éltető család, táj, szegénység élménye, ahogy már említettem is az előbb. Sosem felejti el ezeket. És ott van nála a folytatás. Ezekre a gyerekkori, fiatalkori élményekre rárakódó, a megélt idők történései, erős érzelmi és költői vonatkozásokkal, hiszen ő költő a regényeiben is, az az alkotói tudatosság, ami őt vezérli, irányítja, rendkívüli, emberi, művészi, társadalmi, történelmi tapasztalatok tárlata mindez. Méltóan feltárni és felmutatni a szavakban a világ minden kis részletét. És akkor zárásul annyit mondanék, amiben még rövidebben összefoglalnám a Pálfalvi életmű lényegét. Az örök emberi küzdelem, a választás lehetősége elé állított szereplők sorsa, ami leginkább izgatja őt, és ezek elevenednek meg nála, rendkívül lebilincselő, mesélő kedvel. Az olvasók elé tárja ezeket, és az olvasó úgy érzi, hogy ajándékba kapja a 20. század emberének és a 21. század eleje emberének híven megelevenített világát.